Köszöntöm nézőinket, közéleti magazinunkat látják. 25 éve írtak alá testvérvárosi kapcsolatról szóló szerződés szexárdése a romániai Lugos akkori polgármesterei. Erre a történelmi gesztusra emlékeztek a Tolnai megyeszékhelyen megrendezett ünnepi testületi közgyűléssel. A romániai Lugoson minden magyar nemzetiségű állampolgár felmenői révén közvetlenül kötődik Szexárdhoz. Ez adta az alapötletet 25 éve, akkor, amikor a két település vezetői testvérvárosi szerződést írtak alá. 19. század közepén nem messze Lugostól, ugye létrejött egy település, Bunyaszexárd település, ahol tulajdonképpen a Szexárdról kivándorló családok telepedtek le, és alakítottak egy új települést, amelynek a nyomai ma is fellelhetőek. És évről évre, amikor kilátogatunk augusztusban Lugosra, akkor nem mulasztjuk el azt, hogy Bunyaszexárdot is megtekintsük és meglátogassuk, egy kicsit visszamenjünk az időben, és minden évben bővítjük azon kopjafáknak a sorát, amelyel az ottani családokra emlékezünk. Az, hogy befogadták az akkori szexárdiakat, az mindenféleképpen azt gondolom, hogy példaértékű volt, és ezért köszönettel tartozunk nekik. Aztán természetesen a település az 1960-as években sajnos megszűnt, de ez a kapcsolat innentől kezdve azért megmaradt, és 93-ban aztán végül is ez formalizálódott egy testvérvárosi kapcsolatban. Elődeimnek, Kocsis Imre Antalnak, horvát és nem polgármesternek is szeretném megköszönni azt a munkát, amelyet ennek a testvérvárosi kapcsolatnak az erősítésében, bővítésében, fejlesztésében segítettek. Több mint 10 testvértelepüléssel büszkélkedhetnek a szexárdiak. Ezek közül a leggyakrabban Lugosra látogat el itteni delegáció. Pozsár József RMDSZ elnök által képviselt otthoni magyarság az valóban kötődik a városhoz, és nagyon sok olyan civil szervezet van, akik az elmúlt 25 év során ellátogattak Szexárdra, és Szexárdra is látogattak el különböző együttesek, egyesületek Lugosra, és nagyon nagy szívet, nagyon szíves fogadtatásban részesültünk ott, és mi is igyekeztünk ezt a baráti fogadtatást itt Szexárdon viszonozni. Én azt gondolom, hogy ez a 25 év, mint ahogy elmondtam a beszédemben is, a legszorosabb testvérvárosi kapcsolatot jelenti Szexárdnak, hiszen a legtöbbször tudtunk ide kilátogatni és részt venni azokon az eseményeken, amelyek az adott település számára nagyon fontosak, úgy, ahogy nekünk a születinapoknak is vannak ugyanilyen eseményeik. Szexárd és Lugos kapcsolata nem merül ki a testvértelepülési találkozókban. A két város vezetői folyamatosan igyekeznek egymás segíteni. Akik kint magyarként élnek ebben a városban, büszkék erre a kapcsolatra, és ha visszamegyünk az időben ebben a 25 évben, akkor azt mondhatjuk, hogy szintől és pártállástól függetlenül mindenkori képviselőtestülete a városnak támogatta ezt a kapcsolatot. Nagyon sokat segítettünk a lugosiaknak, az ottani magyarságnak, hiszen sok esetben szerveztünk olyan akciókat, ami az ottani iskola megsegítését, magyar iskola megsegítését támogatta, könyveket vittünk ki, buszt szereztünk és adtunk ajándékba, tehát próbáltunk nekik segíteni. Nagyon sok segítséget kértek tőlünk, tanácsot kértek tőlünk a lugosiak, természetesen mi erre a közös munkára akkor is jutottak voltunk. Most, hogy már egy Európa részeként ténykedünk, én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan közös projektet fogunk tudni a következő években elindítani, ami mind Szexárd, mind Lugos számára abszolút előnyös lesz majd. Lugos polgármestere úgy fogalmazott, hogy a legszebb kapcsolatot most már évtizedek óta Szexárddal tartják fent. Lugos egy több nemzetiségű város. Szerencsére nálunk a magyarok, a németek és mi románok régóta élünk egymás mellett békében és tiszteletben tartva egymás kultúráit. Akkor, amikor ide látogatunk, úgy érezzük, mintha nálunk élő magyar polgártársaink látnának minket vendégül. Ez pedig elmondhatatlanul kellemes élmény. Azt hiszem, kijelentetem, hogy akkor, amikor önökkel beszélek, az olyan érzés, mintha olyan barátaimhoz szólnék, akiket már régóta ismerek. Ebben pedig vitathatatlan szerepe van Horváth Istvánnak, a városuk korábbi, és Ács Rezsőnek, a mostani polgármesternek. Szexárdról szólva pedig azt tudom elmondani, hogy az elmúlt években láthatóan komoly fejlődésnek indult a település. Én 25 éve, akkor, amikor városaink korábbi képviselői aláírták a szerződést, is itt jártam, és nagyon bíztató azt látni, ami azóta történt Szexárddal, mondta a Lugos polgármestere. A jövőbeni kapcsolatokat tekintve pedig konkrét elképzeléseik is vannak már a településvezetőknek. Konkrét dolgokról szeretnék most a vacsoránál is beszélni, illetve beszélgettük az ebédnél is. Talán Lugos városában és környékén még annyira bizonyos területeken nincs munkaerő hiány, mint Magyarországon. Sajnos azt kell, hogy mondjam, nagyon sok olyan projektünk áll, vagy éppen akadt el az elmúlt hónapokban, amely a Magyarországon tapasztalatú szakember hiányra vezethető vissza. És úgy néz ki, hogy ebben például tudunk olyan közös pontokat kitalálni, hogy akár kinti cégek közreműködésével fel tudjuk pörgetni az eseményeket, és fel tudjuk ezeket gyorsítani. A mai nap folyamán egyébként a ferropatenthez is ellátogattak. Lugos környéke valamikor egy vasipari környék volt,
és lehet, hogy abból is lesz egyfajta gazdasági együttműködés. Tehát ezek azok az együttműködések, amelyről beszélünk, hogy nem csak városi együttműködésre van szükség, hanem cégek közöttiben is. Hogyha visszatérve az alapkérdésre, ha ebben a projekt megvalósításban mi megtaláljuk azokat a partnereket, akik megfelelőképpen tudják segíteni mi munkánkat, akkor azt gondolom, hogy Lugosnak is jót tettünk, és természetesen Szekszárnak is, hiszen ezek a beruházások mielőbb befejeződhetnek, és átadhatjuk a szekszáriaknak. A lugosi delegáció tagjai a közgyűlés után a város mártonnapi rendezvényén is részt vettek. 17. alkalommal rendezték meg Zombán a Nemzetiségi Hét záró akkordjaként az Ízek Világa nevű gasztronómiai estet a település sportcsarnokában. Idén is a helyi nemzetiségek konyhájára helyeződött a hangsúly, így a közönség a német, roma, székely és a felvidéki konyha ízeivel ismerkedhetett főként. Kolbászok, gombásvelő, galuska, a legkülönfélébb pörköltek, csekkézműves sör, helyi borok 17. alkalommal rendeztek Zombán gasztronómiai fesztivált. Zomba aránylag kis falu, és valami rendezvénnyel mindig fel kell dobni a falunak a örömét, az éráját, így ugye vannak a lovasnapok, a falunapok, a gasztroestek, és már az újság is ugye megírja azt, hogy mi történt Zombán már megint, úgyhogy a kisfalu ellenére aránylag sok rendezvény van, hát nem beszélve a sport rendezvényekről. Most mi került a tányérre, mert még nem hagyjuk enni, még nem sikerült kóstolni? A nyugdíjasok mindjárt leszólítottak a sarkon, az uzapörköltjüket meg kell kóstolni, és a régi-régi kapcsolat alapján a Orosházi Kolbászklubnak az étkét meg kell kóstolni. Nagyon jól érzem magam, minden évben el szoktunk jönni, mióta elkezdték szervezni ezt a rendezvényt. Nagyon jó a közösség összetartása szempontjából, ismerősök, barátaink is el szoktak jönni, és a település életében közösen részt veszünk. Mi az, amit sikerült eddig csipegetni, megkóstolni? Töltött káposztát, pörköltet, fasírozottat, meg egy kis süteményt. A mindig teltházas program ötletét a kezdetek óta már más Tolna megyei település is átvette, és nagy sikerrel rendezi meg. Egy nemzetiségi hétnek a záró eseménye. Hála Istennek egy EFOP-os pályázat kapcsán sikerült összehozni ezt a nemzetiségi hét sorozatot, és azért így mondom, hogy nem egy programból, hanem gyakorlatilag itt 6 vagy 7 programból tevődött össze, hétfővel kezdődően, és a mai napunk a záró, ami valamikor a hagyományos gasztronómia rendezvény volt. Itt egészen a fiatal korosztálytól, tehát a gyerekektől, óvodásoktól, iskolás korosztályon keresztül a felnőttek bekapcsolódva, és itt néha nemzetiségi, így a zombai német nemzetiségi önkormányzat képviseletében, a zombai romák képviseletében, tehát akik önkormányzati szinten is jelen vannak, és ugye tudni kell, hogy Zombán még van két népcsoport, a székelyek, illetve a felvidékiek, akik ezeken a rendezvényeken mind megmutatkoztak. Hát itt is bekapcsolódtak, és természetesen hozzákapcsolódva a település szinte minden lakosa. Ez a nemzetiségi hét, ez különböző programokból tevődött össze, egészen kiállításoktól, a romák részé, ugye most láthatunk a németeknek a kiállítását, rendkívüli történelemórákon belül ismertették meg a mai fiatalokkal a székelyek életét, egészen ugye a bukonai vándorlástól a Zombára érkezésig. Ugyanúgy volt egy roma népismereti óra, ahol a zombai romák életét mutatták be órarend keretén belül az iskolában. Majd a gyerekeknek volt ilyen interaktív programjuk, ami kimondott a nemzetiségi érdeklődési volt, és ma este ugye a gasztronómia keretén belül pedig bemutatkoztak az ételekkel, a kínálásokkal, a németek, és mint említettem, mellette pedig a Zombán élő népcsoportok, illetve a felvidékieket az Alsószeli testvértelepülésünk képviseli. Idén a német nemzetiségi önkormányzat rendezett kiállítást az esten. A kiállításon igyekeztünk még fellelhető régi zombai svábok által féltve őrzött tárgyakat kiállítani, elsősorban textileket, illetve néhány bútorként is használható kis tárgyat. Valamint nagyon fontos volt az számunkra, hogy megpróbáljuk a gyerekekhez ezt közelvinni,
tanultunk ezekről a dolgokról, és hogy ők hogyan látják, azt munkákban hogyan tudják nekünk reprodukálni. És ilyen tárgyakat is állítottunk ki. A régi svábok, amilyen hajóval érkeztek, az Ulmerschacht, annak a hajtogatott, papírhajtogatott változatait, keresztszemes mintákat tanultak a gyerekek, hímzéseket végeztek, apró német motivumokból hűtőmágneseket ragasztottak, népviseletről nagyon sokat tanultak, azt textilekben megmutatták a gyerekek. Tehát a lényege valahogy az egész kiállításnak, hogy mi az, amit örököltünk az őseinktől, és ezt hogyan látják a mai utódok. A Kultúrák és Nemzetek Hete rendezvénysorozat záró akkordjaként tehát a Gasztrofesztivál idén is remek hangulatban, pazar hagyományos nemzetiségi ételek kóstolásával, kultúrával megfűszerezve és bállal, tánccal megkoronázva telt Zombán. Szakályban évtizedes hagyományra tekint vissza az idősek köszöntése, ilyenkor a helyi óvoda és iskola gyermekcsoportjai kedveskednek műsorral, de természetesen a humoráról megyeszerte ismert Szakályi Nyugdíjas Egyesület is fellép rendszeresen. Idén az ünnepi műsort kora esti vacsora és táncmulatság követte. A kínű fiúságunknak befellegzett már, egyen kutya kitörődik léle, az a fontos legyen egészsége. A Szakályi Nyugdíjas Egyesület Tolna megye szerte ismert nevettető elemekkel tűzdelt műsoraikról, Szakályban a szépkorúak köszöntésén humorosan átköltött dalokkal léptek fel többek között. Irénke néni, hogy érzi magát, hogy tetszik a műsor, milyen érzés itt lenni? Nagyon jó, és most már éveken keresztül itt vagyunk, szerepelünk, mint a nyugdíjas klub, nagyon jó érezzük magunkat. És hát igen, azért a Szakályi Nyugdíjas Egyesületről tudjuk, hogy a humor nagyon közel áll önökhöz. Igen, 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 meg a tánc is, mindegyik, úgyhogy jó szórakozunk. A gyermek kicsük vanya keverén észreveszi, hogy milyen ostoba. Kit anya szült, az mind csalódik végül. Vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd, hát abba, ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni. A településen hosszú évek óta november végén Erzsébet nap tájékán köszöntik a 65 év felettieket. Azt gondoljuk a testülettel együtt, hogy megérdemlik. Tényleg egy ilyet ledolgoztak, felneveltek bennünket, útunkra bocsátottak bennünket, minden jó eladtak bennünket. Azt gondolom, hogy ez a rendezvény jár nekik. Mindenről megtartjuk, és örömmel tesszük, mert úgy érezzük, hogy szükség van rá, igénylik is az emberek, és nekünk jól esik, hogy ilyen alkalommal is köszöntetjük, és megköszönjük nekik az eddig elmúlt éveket. Mi nagyon készültünk, mert Szakályon már nagyon régóta, körülbelül 25-30 éve minden éve megtartották, és mindig így novemberben Erzsébet nap körül szokták megtartani az idősek napját. Általában egy megnyitóval kezdjük, a polgármester úr köszönti az időseket, utána az óvoda, iskola, a helyi nyugdíjas klub ad egy színvonalas műsort, és mindig próbálunk kedveskedni valami helyi vagy ismert énekessel, és idén is így szerveztük meg ezt a rendezvényt, és nagyon finom vacsorával készülünk nekik, és a végén pedig egy bállal zárjuk a rendezvényt. A Szakályi Művelődési Házban az egész délutánt felölelő programon Staudt Renáta koncertje után Gáspár Attila és Pápai László adtak műsort a megjelenteknek. Idén is méltóképpen és tartalmas műsorral köszöntötték az időseket. A Dunaföldvári újbor áldás közel évtizedes hagyománya a Rókus pincéknél a liba futtatás, melyre idén 9 fiatal nevezett libuskájával. Évről évre egyre többen látogatnak el a présházakhoz ilyenkor. Most a jó idő is kicsalogatta az embereket. Ne ökrei Mari, te ne kujám a vetése. Borzavári Róza és barátai alapozták meg a jó hangulatot a dunaföldvári Rókus pincéknél. Többen együtt énekeltek, és volt, akik táncra is perdültek a kellemes népzene hallatán. A kertbarátok sátránál libazsíros kenyértepertővel, lilahagymával, valamint sütemény és forralt bor várt mindenkit. Eközben már 9 fiatal gyermek és libuskája izgatottan vártam a libafuttató versenyt, melynek már közel egy évtizedes hagyománya van. Közel 10 éve
rendezzük meg ezt a Mártonnapi mondhatjuk mulatságnak is. Az első pár évben a vár volt a helyszín, és amióta megtaláltuk itt a rókus pincék közét, azóta találtuk ki tulajdonképpen a libafutó versenyt is, ami elsősorban a gyerekek legnagyobb öröme, hiszen ők hajtják a libákat, bár azt el kell mondjam, hogy az első évben felnőttek jöttek, és csak utána váltottak a gyerekek, és ugye minden évben új generáció jön, mert egyszerűen kiöregednek, tehát tulajdonképpen már 15-6-7 évesek azok a gyerekek, akik legelőször hajtották a libákat, és el kell mondjam, hogy egyre komolyabban veszik, tehát idén volt az első év, amikor versenyszabályzatot is kellett létrehozni, hogy mit szabad, mit nem szabad, mert nem csak a gyerekek, hanem a szülők is nagyon komolyan veszik ezt a versenyt, úgyhogy most már hárman figyeltük az egész versenyt, volt indítóbíró, célbíró, és volt egy ember, aki a szabályokat figyelte, ami egy szabály volt tulajdonképpen, hogy kézzel nem lehet hozzáérni a libákhoz. Idén 9 nevező volt, 9 liba és 9 gyerek, és 3 előfutam volt, és a 3 előfutam győztese között volt a döntő, és azt azért el kell mondani, hogy itt mégiscsak állatokról van szó, tehát nem akartuk mi itt középfutamokkal is terhelni az állatokat, bőven elég, hogyha ezt a 30 méteres pályát teljesítik. Az izgalmas előfutamok után végül Frankó Kristóf, Szőke Lilla és Sűrű Janó állhatott oda libuskájával a döntőfutamhoz. Már nagyon régen próbálkozok, hogy helyezett legyek legalább, és már amikor bejutottam a döntőbe, már nagyon örültem, és szerintem ez, hát nem tudom, hányadik alkalom már, de sokadik. És hogyan készültetek a libuskáddal erre a versenyre? Beszereztünk először ugye egy jó libát, egy jó erőset, jó gyorsat. Azt mondta a gazdája, hogy nem lesz annyira engedelmes, viszont szerintem jó liba. Összeszokott páros voltatok, ha jól láttam. Hát igen, még igazából nem annyira, mivel hogy nemrég szereztük be, szóval nem tudom, hát ez egy ilyen jó liba. Jövőre indultok-e? Nyilván meg kell védeni a címeteket. Persze, hogy indulok. Minden évben szoktam. Jó, de hát ezzel a libuskával gondoltam, ha már aranyérmes a liba. Mi lesz a liba sors? Mi lesz a liba sorsa? Azt még nem tudom így teljesen. Nem. De ugye nem az asztalon végez. Hát... Nem kizárt. Hát szerintem visszavisszük, szerintem a gazdájának lehet. Szóval ő egy kölcsönlibus? Hát azt mondta, hogy meg is vehetjük, de szerintem inkább kölcsönbe. A győzelemig repítette Janót kölcsönlibája. A nagy izgalmak előtt és után is nyitott pincék, borkóstolás várt mindenkit Dunaföldváron. Egy merlót kóstolok, itt a környező pincében kaptam. Nagyon kellemes, ugye kiváló új bor, de hát mint minden pincében mindenhol más-más van, és tényleg szenzációs jó borok lesznek az idén. Mennyire vagy egyébként borkedvelő? Hát én mondjuk borlovag vagyok, úgyhogy rólam nem lehet elmondani, nem szeretem a bort, én nagyon szeretem a bort, és bor kedvelő, tisztelője, szeretője és hódolója vagyok. Minden gazdának megvannak a saját borai, csak mindenkinek kevés. Tehát pont annyi, hogy a háztartásban lévő borok gyakorlatilag el is fogynak évről évre, úgyhogy ilyen idős borokkal nem is találkozunk Dunaföldváron, de természetesen csodálatos, minden borunk van, hála Isten. Aki Mártonkor új bort nem iszik és libát nem eszik, az jövőre egész évben éhezik, tartja a mondás. A legenda szerint Szent Márton nem akart püspök lenni szerénysége miatt, ezért elbújt a libák oljába. Azok azonban hangos gágogásukkal elárulták rejtek helyét. Innen a Szent Márton ludja elnevezés. Általában erre a napra ford ki az új bor. A kicsit még csípős nedűt Szent Márton boraként is emlegetik. Ezen a napon Dunaföldváron senki nem maradt étlen, szomjan a rókus pincéknél. A Magyar Révhajósok Egyesülete Tengelicen tartotta éves tisztújító közgyűlését. A kétnapos konferencián a révészek megvitatták a múlt, a jelen nehézségeit és a jövő feladatait. Szó esett arról is, hogy hidak környékén nem éppen gazdaságos kompokat üzemeltetni, hamarosan kezdődik a Paks és Kalocsa közötti híd építése, ez érintheti Tolna megye még egyetlen üzemelő kompát kelőjét is.
Előjelzett táblák láthatóságában. Máté Tamás, a Dunai Vízirendészeti Kapitányság rendőr alezredese, többek között a téli időszakra való felkészülésről beszélt a Tengelicen tartott révész konferencián, ahol az ország komp üzemeltetői és a szakemberek randevúztak. A tisztújító közgyűlésen továbbiakban is bizalmat szavaztak Kiszli Károly elnöknek. A Révészek Országos Egyesülete minden évben tart egy konferenciát, amit nem csak itt Tengelicen, már voltunk a tiszai részen, és tudnék a Duna, Tisza és mellékvizei fogjuk össze a kompátkeréseket. Ezáltal nem csak egy helyen tesszük le a táborunkat, vagy verjük le a sátrankat, hanem most harmadszor vagyunk itt Tengelicen, a tagságnak és az elnökségnek az volt a kérése, ha lehet, akkor itt úgy látszik megtetszett ez a tengelici orhidea szálloda. No, a jelentősége az, hogy ugye minden évben kötelező közgyűlést tartani, és hát minden évben azért vannak problémák a kompátkedésnél, a hajózásnál, és így ezáltal meghívjuk az előadókat, akik ugye érdekeltek, ugye a pályázat, mert ugye feladatot is látunk el, hogy pályázati kiírásoknál részt veszünk a elbírálásnál, és hát így a pályázati pénzek elosztásában is. Most onnan is van meghívott vendég a Dunai Vízirendészettől, a Tiszai Vízirendészettől, és nem beszélve hajózási felügyeletről, szintén a műszaki és a nautikai osztály részéről, hogy mit a tapasztalatuk, és nem beszélve még ugye arról, hogy a minden évben vannak változások, jogszabályváltozások. És hát ezeket is itt már ugye előadják a hallgatóknak, a kompos kollégáknak. A konferencián az elmúlt időszak tapasztalatairól és nehézségeiről is szó esett. Tolna megyében két kompa, Gerjen Kalocsa és a Dombori Fajsz közötti megszűnt. Így a Paksi az egyetlen még üzemelő átkelő, mely gazdaságtalan ugyan, de működik, mondja a tulajdonos. Hamarosan kezdődik a Paks és Kalocsa közötti híd építése. Sokak életét megkönnyíti majd a létesítmény, de a révészek munkanélkül maradhatnak. Hát igen, biztos, hogy érinteni fog bennünket. De én mindig azon voltam, hogy próbálok előre látni. Tehát ha ne adj Isten a fuvarjait, forgalmát elviszi a híd, akkor hogy mi mást fogunk tudni csinálni. Tehát már van egy gondolatomban az, hogy mit tudok majd, ha nehogy Isten a kompot megszüntetjük, ugye mivel nem gazdaságos üzemeltetni, akkor valamivel mással. De ugyanúgy ott azon a helyen kell csinálni valamit. A Duna magyarországi szakaszán több helyen le kellett már állítani a komp közlekedést a vízállás rekordmagas vagy éppen alacsony mi volt a miatt. Pakson ilyen gond nem volt, legfeljebb korlátozták a teherbírást. A Tiszán üzemelő tiszacsegei kompnak főként turisztikai jelentősége van, így a megszűnés őket kevésbé fenyegeti. Tiszacsege és Árogtő között közlekedő kompnak az üzemeltetője vagyok. Ez nagyjából a Tiszató fölötti térségre esik. Kisköre és Tisza lök között, a két duzzasztó között közlekedünk, ahol ugye nálunk állandó vízszint van, a két zsilippel állandó nyári szintet lehet tartani a mi szakaszunkon. A mi kompunknak leginkább idegenforgalmi jelentősége van. Tiszacsegén van egy nagyon, nagyon jó kis csárda a Tiszaparton, egy gyönyörű üdülő övezetben lakunk, és a forgalmunknak ugye a 80-90%-át leginkább az idegenforgalom, illetve a turizmus teszi ki, de a közlekedés szempontjából is nagy jelentőségű, hiszen Tiszacsegére a nyugati, illetve az északi országrészből a kompon lehet a legegyszerűbben eljutni. Ez azt jelenti, hogy ha valaki Budapest irányából jön mondjuk a M3-as autópályán, az autópálya a komphoz nagyjából 15-20 kilométerre van, és ez nagy mértékben lerövidíti a hozzánk érkező vendégeknek a menet idejét is, illetve a költségeket is. A nagyon magas, illetve a nagyon alacsony vízállásra hogyan készülnek fel, és jelent-e gondot? Igen, mind a kettő gondot jelent tulajdonképpen. A magas vízállásnál, hogy amikor már azt a szintet eléri a Tisza vízszintje, hogy nem tudjuk felvenni a járműveket a kompra, akkor nyilván nem tudunk közlekedni. Illetve az alacsony vízállással nálunk annyiban nincsen gond a nyári időszakban. Ugye az idei év nagyon aszályos volt, viszont mivel mi két zsilip között helyezkedünk el a Tiszacsege település, így nekünk az asszály nem jelentett gondot, mert a zsilippel duzzasztott állandó vízszintet lehetett nálunk biztosítani.
Viszont télen, ilyenkor a téli időszakban már meg is kezdődött a napokban a Tisza vízszintjének a téli szintre leeresztése, ugyanis ugye alattunk található a Tisza-tó, és a jegesedés elkerülése véget, a téli időszakra leengedjük a vízszintet a Tisza-tóról, behúzódik ilyenkor a víz a mederbe, hogy ne legyen jegesedés, mint a 2017-es ominózus esetben, amikor a kompunkot elvitte a jégzajlás. Magyarországon 66 komp létezik, ennek mindössze kétharmada üzemel. Országos szinten 360 millió forintra pályázhatnak, hangzott el a konferencián, melyet üzemeltetésre és fejlesztésre fordíthatnak, hogy életben maradhasson ez szép és hagyományos mesterség. Ennyi fért mai műsorunkba, viszontlátásra!